Nagy örömünkre szolgál, hogy Pécsvárad rendezheti meg ezt az ünnepséget. Igyekszünk többféle műfajt és több korosztályt felvonultatva egy kellemes délután szerezni önöknek. És ugye délután valóban kellemes és zavartalan legyen, arra kérném önöket, hogy kapcsolják ki, vagy hallgítsák le mobiltelefonjaikat. Köszönjük szépen! Városunk lakói nevében Zádori János polgármester úr köszönti önöket, és majd kíván jó szórakozást, gondolom, hiszen sajnos elfoglaltsága miatt a beszéd után el kell mennie, el kell hagynia bennünket. Zádori János polgármester úr. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Rögtön az elején komoly indokom van, azért kell elmenjek, mert karácsonyfát kell díszítenem a főtéren, és létrával nem állunk olyan jól, és méreteimből adódóan nekem kell ebben részt vennem. Hát engedjék meg, hogy Pécsvárad város és képviselőtestülete nevében én is köszöntsem önöket. Ahogy Zsuzsa is elmondta, nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ilyen rendezvényt tartunk a városunkban. Fogyatékkal élőkről beszélni, ez egy kicsit nehéz. Miért nehéz? Mert beszélhetnék most így közhelyekben, de igazándiból az, akinek nincs ilyen problémája, az soha az életben nem fogja igazándiból átélni, hogy mi is az, hogy fogyatékkal, valami nélkül, valaminek a hiányával együtt élni. Nekünk, városvezetőknek, képviselőtestületnek a feladata az, hogy mindig figyeljünk önökre, hallgassuk önöket, és eljusson hozzánk az az információ, hogy hogy tudnánk segíteni ezekben a dolgokban. Pécsvárad város különös tekintettel figyel erre, már csak azért is, mert egy kiválóan működő helyi egyesületünk van, amivel én úgy gondolom, hogy nagyon jó kapcsolata van Pécsvárad városvezetésnek és magának az egész városnak. Nehéz arról is beszélni, hogy ennek az egyesületnek sok vagy kevés tagja van. Nem tudom igazándiból melyik a jó, de nem is ez a lényeg. Az a lényeg, hogy van egy ilyen egyesület, aki összefogja ezeket az embereket, azoknak ennek az egyesületnek a vezetője el tudja hozzánk juttatni a mindenkori kéréseket, és úgy, ahogy nyilván eddig, ezek után is Pécsvárad város ebben próbál segíteni. De nyilván az is nagyon fontos, és egy kicsit kifelé szólok, hogy nem csak a városnak, hanem az országnak is, tulajdonképpen az egész világnak a feladata az, hogy figyeljen önökre és segítsük önöket. Én bízok abban, hogy ez a mai rendezvények is kicsit közelebb hozza a jelenlévőket egymáshoz. Én ehhez kívánok nagyon jó szórakozást, és még egyszer külön köszönöm, hogy itt lehettem, vagy csak erre a rövid időre is. Köszönöm szépen! Most pedig hallgassák szeretettel Marosvölgyi Józsefnét, a mozgáskorlátozottak Baranya megyei egyesületének elnökét. Sok szeretettel köszöntöm valamennyi megjelent tagunkat, a vendégeket, akik jó számmal lemondták a megjelenést. Mentségükre szóljon, hogy ma az országban 17 helyen van ilyen rendezvény. Korábban nem emlékszem rá, hogy tartottunk volna ilyet mi is, meg mások is, pedig 1992 óta már december 3-a a fogyatékos emberek nemzetközi világnapja. Az ENSZ által életre hívott világnak célja, hogy felhívja a figyelmet a betegség, a baleset vagy katasztrófa következtében fogyatékossá válók problémáira. Az életünk azonban az önkéntesek által adott segítséggel sokkal könnyebb. Az önkéntes tevékenység a társadalmi beilleszkedés és integráció egyik eszköze. Az önkéntesek világnapja december 5-e. Ezt én önkényesen most összefésültem. A bizalom a szolidaritás kialakításával, illetve a társadalmi tőke megteremtésével erősíti a társadalom tagjait, egymáshoz fűző kötelékeit.
Az önkéntesek világnapján több helyet ünnepeltek, tegnap már ugye volt a megyei esélynap Pécsett, ahol elsősorban a fiataljaink vettek részt, itt viszont inkább a szenior korosztály. Köszönöm azoknak a kultúrcsoportoknak, akik a mai délutánunkat színesítik, részt vesznek, ugyanis ezt a mai napot úgy szerveztük, hogy itt most nem a fogyatékkal élők mozgáskorlátozottak szerepelnek, hanem amatőr kultúrcsoportok. Jövőre lesz az Egyesületünk 40 éves, akkor viszont meghirdetjük a Parafesztivált, ahol viszont kimondottan a mozgássérültek vagy egyéb fogyatékossággal élők fognak szerepelni. Meghirdetjük erre a nyitó napra az alkotók kiállítását is, és már most mondom, hogy akinek van valami olyan hobbija, ami a kiállításra lehet, az készítse, jelentkezzen, hogy oda kerüljön a többiek elé, hogy láthassák. Őszintén kívánom, hogy mindenki érezze jól magát, töltsünk el együtt egy szép, vidám délutánt. És hát a beszédek után következzen egy kis zene és tánc. Zengővárkony. Számunkra Magyarország legdallamosabb nevű települése, mely nevét a legenda szerint egy vatkanról kapta. A falu erdejében vatkant kergető telkes gazda Várkan kiáltásait hallotta a csősz Várkonynak. Hát innen a név állítólag. A 400 lelkes település az Engő lábánál Pécsvárad szomszédságában terül el. Talán zsákfalú jellegének is köszönhetően Zengővárkony megőrizte református magyarságának a Tolna megyei Sárközzel rokon hagyományait. Valaha ez a terület is a Sárköz részét képezte, de ma már mint egy kis sziget a belső Sárköztől elszigetelten ápolja kulturális örökségét. Az 1930-as években Fülep Lajos filozófus lelkész és Császár János kántor tanító kitartó és áldozatkész munkájának köszönhetően a településen a kulturális élet virágzásnak indult. Ebben az időszakban alapította meg Császár János a Gyöngyös-Bokréta mozgalom helyi csoportját. Tagjai népviseletben dalokat, táncokat adtak elő, színdarabokat, népszínműveket tanultak. 1971-ben szintén Császár János kezdeményezte a mai néptánc csoport megalakítását. Az idős beteg kántortanító rövidesen átruházta a csoport vezetését régi kedves tanítványára, Töttös Sándorra, népi iparművész szövőre, a népművészet mesterére. 2003-ban Töttös Sándor átadta a csoport vezetését a fiatalabb generációnak. A csoport jelenlegi elnöke Mohácsi István, alelnöke Dobszai Krisztián. A Hagyományőrző Egyesület működése során számos elismerő címet nyert el, többszöri aranyminősítés, nívódíjat. Külön nívódíjjal jutalmazták a tánccsoportot kísérő Köpüfa zenekart is. Igazán különleges, hogy a csoportot Rezes Banda kíséri, és így a táncosoknak lehetősége van minden egyes fellépésen élő zenére megjelenni. Ahol a Várkonyi Rezes Banda megszólal, ott garantáltan összeszalad a közönség. A csoport fő célja, hogy ápolja és minél szélesebb körben bemutassa az Engővárkony néphagyományait, táncait, dalait és csodálatos népviseletét. Több mint 40 éves történetében sok külföldi és megszámlálhatatlan belföldi fellépéssel a háta mögött, a táncosok szeretettel várják a meghívásokat, a lehetőségeket. A hagyományőrző csoportnak nem csak múltja és jelene van, de jövője is. Jelenleg több mint 50 kisiskolás és óvodás gyermek adja az utánpótlást, akiknek Réfi Csilla és Mohácsi Barbara adják át a hagyományokat népi gyermekjátékok, népdalok, néptáncok formájában. Most a kicsiket látják,
kísér a Köpüfa zenekar. Nem mehet a
Thank you.
ugye önök is úgy látják, hogy 40 év után még mindig van valóban jövője a Zengővárponyi Néptánc Együttesnek. Most pedig arra kérem önöket, hogy hallgassák szeretettel a mi kis mesemondó és versmondó lánykánkat, Dorikát. Kopa Dorottya egy vasalvert verssel köszönti önöket. Vasalbert, karácsonyi mese. Nagyapánk ott ült a kandalló mellett, s olykor egy-egy bükkfahasábot vetett a sziporkázó tűzre. A szűzdahány füstje kék felhőbe burkolta pipázó alakját, ott, a nagy szoba végében. Ezüstös szakállán olykor megcsillant a láng. Mi gyerekek a mennyezetig érő karácsonyfa körül álltunk, elfogódottan és izgalomtól elmerett szemmel, és sóvár pillantásokat vetve a karácsonyfa alatt felhalmozott ajándékokra, hűségesen elénekeltük a mennyből az angyal összes verseit. Ének után édesapám felolvasta a betlehemi csillag történetét a Bibliából, közösen elmondtuk a karácsonyi imádságot, és azzal nekiestünk a játékoknak, akár karámba szorított birkanyájnak az éhes farkas sorra. Kis idő múltán nagyapám megszólalt, ott a kandalló mellett, a maga érdes fénember hangján. Aztán tudjátok-e, kérdezte, hogy hogyan keletkezett tulajdonképpen a karácsony? Akkor született a Jézus Krisztus, felelte Margit húgom okosan, új babaháza előtt érdepelve, s nagyapám bólintott rá. Ez igaz, felelte, mert hogy ő volt az Úristen legnagyobb karácsonyi ajándéka az emberi világ számára. De maga a karácsony már régen meg volt akkor. Ha ide jöttök körém a tűzhöz, elmondom, hogyan keletkezett. Köréje gyűltünk a szőnyegre, mindannyian valami új játékot cipelve magával, és figyelmesen lestük a száját, mert nagyapánk nagyon szép és érdekes meséket tudott el. Hát az úgy volt, kezdte el, miután nagyot szippantott a pipájából, hogy réges-régen, mikor Noé apánk unokái megépítették volt a Bábel tornyát, és annak ledőlte után nem tudták megérteni egymást, mert az önzés összezavarta a nyelvüket. Aki nem volt olyan ügyes, mint a szomszédja, azt ölte az irítség, hogy a másiknak szebb háza van. Aki rest volt megművelni a földjét, az irigyelte azt, akinek szebb búzája termett. És mikor az irítség már igen-igen elhatalmasodott ezen a földön, akkor megszületett benne a gonoszság. A rest lopni kezdett, a tolvaj gyilkolni, és a kéregető rágyújtott a jótevőjére a házat. Addig-addig, hogy az Úristen egy nap odafönn az égben megsokalta az emberek gonoszságát, és rájuk szabadította a sötétséget és a hideget. A nap eltűnt az égről, a vizek befagytak, és nem termett már többé semmi az elrabolt földön. Nagy fázás, éhezés és pusztulás következett be ezzel az egész emberi világra. És mikor már közeledett igen-igen az idő, mikor minden emberi életnek el kellett volna pusztulnia, az Úristen odaintette maga mellé kedvenc angyalát, a világosságot, és azt mondta néki. Elégedő szolgám, nézd körül a földön. Miért gonoszsága miatt pusztulásra ítéltem? Vizsgálj meg minden embert, asszonyt, gyermeket, és akiben még megtalálod egy csepp kis nyomát a jóságnak, annak gyújtsál gyertyát a szívében. Ezt mondta az Úristen, és a világosság angyal alászállott a földre, hogy teljesítse a parancsot. A föld sötét volt és hideg, mint a csillagtalan zimangós téli éjszaka olyan. Az emberek tapogatózva jártak az utcákon, s akiknek még volt egy darab a száraz fagyott kenyere, az elbújt vele a pincék mélyére, hogy ne kelljen megusszam mással. Egy birkabőrbundáért meggyilkolta a apját a fiú, s akinek még tűz égett a kemencéjében, az fegyverrel őrizte szobája melegét a megfagyóktól. Az angyal nagyon, nagyon elszomorodott,
hogy hasztalan járta az emberi világot, mert nem talál benne egy fikorcnyi jóságot sem. Ahogy haladta a dűlő úton a hegyek irányába, összetalálkozott egy emberrel, aki egy döntött fát vonszolt magával kiillódva. Kiéhezett sovány ember volt, és csak szakadt rongyok borították a testét, de mégis húzta, vonszolta magával a terhet. Már majdnem összeruskadt a gyöngeségtől. Minek kilódsz ezzel a fával? Kérdezte tőle az angyal. Hiszen a tüzet gyújtaná belőle, itt, ahol állsz, megmelegedhetnél mellette. Jaj, lelkem, nem tehetem én azt, felelt az ember. Asszonyom, s kicsi fiacskám maradtam, kik fagynak meg, és olyan gyögék már, hogy idáig nem jöhetnének el. Haza kell vigyem nekik ezt a fát, bele is pusztulok. Az angyal megsajnálta az embert, és segített neki a fával, és mivel az angyaloknak csodálatos nagy erejük van, egyszeriben ott elmentek vele a kicsin sárból rakott gúnyóhoz. Az ember tüzet rakott a kemencében, és egyszeriben meleg lett tőle a kicsi ház. És mikor egy sápatra éhezett asszony és egy idegő kisfiú odahúzódtak a tűz mellé melegedni, az angyal meggyújtotta az első gyártyát, és odahelyezte az ember szívébe, mert jóságot talált abban. Édesanyám, éhes vagyok, nyüszörögte a gyermek, és az asszony benyúlt a rongyai közé, előhúzott egy darabka száraz kenyeret, letörte az egyik sarkát, s oda nyújtotta a gyermeknek. Miért nem eszed meg te magad a többit? Kérdezte az asszony, hiszen olyan éhes vagy, hogy majdnem meghalsz. Nem baj az, ha én meghalok, felelte az asszony, csak legyen mit egyék a kicsi fiam. És az angyal ott nyomban meggyújtotta a második gyertyát, és oda helyezte az asszony szívébe. A gyermek leharapott egy kis darabot a kenyér sarkából, majd megszólalt. Édesanyám, áthozhatom a szomszédba a két kicsi játszótársamat. Ők is éhesek, és nincs tűz a házukban. Megosztanám velük ezt a kis kenyeret meg a helyet a tűznél. És az angyal ott nyomban meggyújtotta a harmadik gyártyát, és odaadta a kisfiúnak. A kisfiú boldogan szaladt ki vele a sötét éjszakába, hogy oda vezesse fénye mellett a kis társait a tűzhöz és a kenyérhez. És éppen ekkor érkezett el az utolsó előtti nap. És az Úristen alá tekintett a földre, és a nagy-nagy sötétségben meglátott három kis pislákorú gyertyalángot, és úgy megörvendett, hogy az angyal mégis talált jóságot a földön, ha nem is többet, csak hármat, hogy azon nyomban megszüntette a sötétséget. Visszaparancsolta a napot az égre, és megkegyelmezett az emberi világnak. Ezért van, hogy az Úristen minden esztendő vége fele emlékeztetni akarja az embereket, hogy a gonoszság útja hova vezet. Ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek, a sötétség minden este korábban szakad alá, és minden este későbben távozik. Sötét támad és befagynak a vizek, és a sötétség uralma elkezdi lassan megfojtani a világot. Mi emberek pedig megijedünk, és eszünkbe jut mindaz a sok rossz, amit az esztendő alatt elkövettünk. És mikor elérkezik a legrövidebb nap, és a világosság angyala alászálkozik jóságot keresni, mi mind egyszerre meggyújtjuk a karácsonyfák gyertyáit, hogyha az Úristen alá tekint a földre, fényt lásson a földön, és megbocsássa a bennünk lévő jó miatt a bennünk lévő rosszat. Ez a karácsony igazi meséje. Fejezte be nagypapánk ott a kandalló mellett, ezen a régi-régi karácsony estén. De én csak azért mondtam el ezt, hogy tudjátok és emlékezzetek rá. Csak a szívetekben égő gyertya menthet meg egyedül a pusztulástól.
köszönjük, Dorika, hát szerintem a mi szívünket is megbelengedted. És most egy más műfaj következzék. Nagyon sokszor okozott már nekünk örömet gyönyörű hangjával Boris Sándor, nótaénekes. És mint mindig, most is felesége, Borisné Link Ibolya fogja kísérni. Következzék hát a Boris házaspár. Volt a fáj,
csavargott egy cigár, megszólítám, de jó, hogy megtalállak itt a legszebb lány, tudod-e, hol lakik? Ott arra lent, túl a lakát soron, ma este lent. Úgy dobog a szívem az ajka még, jöjjön az én.
Minket a csóka az estet akar, vár az a kis lakaton tetején, gyere oda, édes, ott lényeg. Éljen az élet és zengjen a fal, jöjjön a csóka az estet akar, vár az a kis lakaton tetején, gyere oda, édes, ott lényeg. Hideg ősszel hajba kaptam én a szeretőmmel. 13 csókot ígért nékem, ráadásul én csak egyet kértem. 13 csókot ígért nékem, ráadásul én csak egyet kértem. 13 csókját meg is adtam, de a ráadást már megtagadtam. Ilyen fukar szívvel mit csináljak, visszaadtam mind a 13-at. Ilyen fukar szívvel mit csináljak, visszaadtam mind a 13-at. Kedves feleségei, Gulya asszony, szintén a szomszédos 400 lelkes zengővárkonyból érkeztek ide hozzánk, és a színpadon most ismét a zengővárkonyiakat láthatják. Most egy kicsit nagyobbak fognak táncolni, és továbbra is kísér a Köpüfa zenekar. Ne hullott a te arról
biztos a kóta. Van ilyet, hogy segítsd. Hát szóval ez volt a jelen. A polgármester úr is utalt rá, hogy a szerencsére nagyon sok civil szerveződés van Pécsváradon, de a két legaktívabb az a mozgáskorlátozottak klubja, illetve a nyugdíjas klub. Azért ez érdekes, nem? Most a nyugdíjasok körzeti egyesületének, a Pécsváradi Nyugdíjasok Körzeti Egyesületének, hát a korábbi években igen nagy létszámú férfi kórusa volt, akik az ország különböző pontjai léptek fel nagy sikert aratva. Sajnos azonban a tagok az idők folyamán lassan kiöregedtek, a kórus megszűnt. Az elmúlt évben néhány férfi csatlakozott a dalolóasszonyokhoz, és vegyes kórusban énekeltek, majd ebben az esztendőben önállósultak. Repertoárjukban bordalok és katonanóták szerepelnek. A felkészülésben segítette őket Kreszics Margit zenetanár. Barna lány.
Sodárnak én leszek a párja. Sodár jegenye fa földre, hajlik az ága, ennek a szép barna lánynak én leszek a párja. Rózsa, piros rózsa nyílik a kertemben,
Fiaink, mert hogy én is ugyanebben a nyugdíjas klubba járok. És hát nem csak dalos asszonyok és férfiak jártak ebbe a klubba, hanem hát szerencsére nagyon sok jó versmondónk is van. Egyébként nem csak a nyugdíjas klubnak, hanem tulajdonképpen minden korosztályból tudnánk mutatni jó versmondókat. Most a szépkorúakat képviseli Bárdos Sándor, és ő emlékezik egy verset Trianonra. Szeretettel köszöntelek benneteket, elnézést kérek, hogy mindenkit terítni fogok. De nagyon nehéz helyzetben vagyok, mert amíg elmúlt meg szólt meg zenét, ezt én nem tudom felezni. Ezt a kislányt, aki ilyen gyönyörű verset mondott. Hát ez még egyszer, aprókám, te csak én utána fogsz verset mondani. Előtte nem mondok verset. Egy pár mondattal azért hadd mondjam el, hogy nagyon történelmünk eléggé gyászos. Az én versem is az. Mert tudjuk azt, hogy mit tettek velünk 1920. július 4-én, az első világháború után, amikor az országnak a kétharmad részét elvették. Romániához csatoltak 103 ezer négyzetkilométert, Szerbiához 63 ezeret, Csehországhoz 61 ezeret, és aki miatt az egész kitört, a hadmunkoknak is adtunk 4000 négyzetkilométert. Hát milyen apropóból? Kérdem én! Kérdem én! Egy pillanatra még elmondom a románok tevékenységét az első világháborúban. Ők mindig azt mondták, hogy ők semlegesek. Sajnos 1915-ben az olaszok átálltak az Antanthoz. 1916. augusztus 27-én Románia hadot üzent a monarchiának. Avval a feltételezéssel, hogy ők felszabadítják az erdélyi elnyomottakat.
A monarchia a németekkel közösen ellentámadásba lendült, 3 hónap alatt tönkreverték a románok fél hadseregét, könyörögve békét kértek, 1916. december 6-án Miklós napján ott palérozott a munkás olyan monarchia csapata Bukarestbe. És a békeszerződéssel ők úgy gondolták, aláírták, hogy ő miattuk a persze első világháború befejezetnek nyilvánul. Egész az utolsó napig, 1918. november végén közölték, hogy ők is a győztes hatalmak között vannak. December 1-én Gyulafehérváron úgy gondolták, hogy annyit találják Erdélyt. Jövőre lesz ennek 100 éve, és meg vannak döbbenve, hogy magyarok ezért nem örülnek, nem örülünk neki. Azt a verset mondom el, amit 2002 éve Párizsban elmondtam. 3 verset, abból az egyiket most elmondom. Andrószky Lászlóné, adósunk Európa. Volt egyszer egy ország, ahol élt a magyar, a Kárpátok védte, ha jött az ivatal. Idők folyamán ráéheztek mások, szíjjel darabolták nagy Magyarországot. Ki akarta? A ma élők, tehetünk mi róla? Felelős mindezért. Vén Európa. Szétszették országunk sok millió szívet. Kisebbség nemzetünk 5 országban élt. Ki kérdez meg minket? Hát, akartok így élni? Kinek van jogába szíveinket tépni? Trianon síli ma 6 ország magyarja. Közülük nem sokakat, aki így akarta. Fel is sorolhatom a szép Kárpátalja. Lakossága magát ős magyarnak vallja. Ott nyílt meg előttük a Kárpát-medence, ott tudta a magyart az áldott Verecke. 1000 éves múltat biztosított nekünk, és mi erre a múltra mindig büszkék leszünk. De közben jött Trianon, sorsokkal játszva, csodás országunkat darabokra vágta. Előbb szlovák, majd orosz lett Verecke, és ez a magyarságnak minden korba lecke. Már bárki bárhogy számol, összead vagy szorosz. Hát ha magyar a magyar, nem lesz abból orosz. Így van ma bánát, Baranyai és Bácska, több évtizede Jugoszláviába. Ezért román Erdély. Szlovák a felvidék, nagy Magyarországon epékben vágták szét. És Szlovákiában? Elvárnák-e néptől, fájjon meg örökre a múlt emlékétől? A szlovák a magyartól fájdalom irigy. Ha felvidéket mond, őt még az is sérti. Erdélyeknek sem fényesebb a sorsa. Értük is felelős maradt Európa. Ők azok, kiket a sors kevésbé kényeztet. De annál gazdagabbak szeretnek, éreznek, ott vasvillával, bottal erőltetnék rájuk, hogy a magyarokból legyenek románok. Hát ebből kifolyólag békétlenség zajlik, de az igaz magyar nincs amiért hajni. Így nem csak minket sújt a trianoni átok, kik minket tipornak, azokra is szállott, nekik sem adhat ez még gondosságot, hogy más üldözőként éli a világot. Ausztriában sem mindenkinek mindegy. Ha jól is megy sorsa, mégsem cserél szívet. Van, ki nem feledi, honnan jött, s hova tart. Nem hagyja kiölni magából a magyart. Nézem, egy sorjában mi marad még hátra. Sok-sok széjjel üzött magyar a világban. Utoljára még Bácskáról beszélek, hisz születésemtől e vidéken élek. Ennek a porába játszottam, mint gyermek, ez oltotta belém, hogy mindig magyar legyek. Ezt tanított arra, hogy ami nekünk sóhaj, más nemzetnek az ne legyen óhaj. Erről a síkságról látni a végtelen, ez tár föl előttünk múltat, jövőt, jelent. A magyar nem kér más. Nem a régi földet, egy, amit nem ad föl, hogy értsék végre őket.
Értse meg a világot békétlenség okát. E nép azért harcol, ne vegyék el jogát, ne legyen a magyar másnak keze lába, s ne alattvaló saját hazájába, használhass a nyelvét úgy, hogy tanulta, hisz ő tekinthet vissza a leggazdagabb módra. Sokaknak nem tetszik, hogy mi azt kimondjuk, de él az igazság, akárhogy titkoljuk. Együvé tartozunk, de büntetnek azóta sok-sok évtizedért vádlott Európa. Mielőtt nem felejtünk, már én is zengővárkonyi vagyok, úgyhogy. Szeretettel köszöntök mindenkit, nem akarok sokáig zavarodni, de most a Magyarok Világszövetsége 1 millió aláírást gyűjt azért, hogy a Trianonban rekedt magyarok megkapják az autonómiát. Én voltam Szentlőrincen, voltam máshol már, és mindenki gyűjti az aláírásokat, nem kevés az 1 millió aláírás. Ha meg lesz, meglátjuk. Nem tudok mit mondani. Szeretettel köszöntök mindenkit, és elnézést kérek, hogy itt zavarogtam. Nem csak a férfiaink, hanem az asszonyaink is nagyon ügyesek ebben a nyugdíjas klubban, úgyhogy most a nyugdíjas egyesületünknek a tánccsoportja következik. Ahogy említettem is, a városunk egyik legnagyobb legnagyobb létszámú és legaktívabb közössége a nyugdíjas egyesület. Jövőre ünnepli megalakulásának 25. évfordulóját. Az egyesület tánccsoportja 1995-ben alakult. Az elmúlt években számtalan fellépése volt. Szerepeltek országos, regionális, megyei fesztiválokon, és gyakran fellépnek a környező települések, és természetesen Pécsvárad helyi ünnepségein is. Az elmúlt években többször cserélődtek a tagok, hát ugye a betegségek, és ahogy az ember halad az idősebb kor fele, de szerencsére mindig sikerült utánpótlást találnunk. Az idősebb alapító tagok, akik már nem táncolnak, szintén az egyesület, nem csak az egyesületben maradnak, hanem segítik továbbra is táncosainkat az öltözködésben, tanácsaikkal, elkísérik őket a fellépésekre. A mai műsorukban sárközi táncokat mutatnak be. Vezetőjük Dolha Boldizsárné. Télen, nyáron,
babám. Fehér alsó szoknyám, megver az égő sár. Nem ülök, nem ülök, rozmaringár nyékába kalangom, összetörik babám. Fehér alsó szoknyám, megver az égő sár. Várani, nőnyecskének, mi
Jó, azt akartam csak mondani, hogy a délután folyamán nagyon sok szép, vidám, sőt szívbe markoló pillanatban is volt részünk. Most egy olyan műsorszám következik így a délután zárása fele haladva, amely az én szívemet tényleg mindig valami különleges érzéssel tölti meg. Szajk polgármester urát köszönhetjük a körünkben, Farkas Béla tárogatón játszik nekünk. Thank you.
Hát ez csodálatos volt, mint mindig. És hát nagyon hamar elrepült ez a délután, most már az utolsó, a záró műsorszámot kellene bekonferálnom önöknek. Remélem, jól érezték magukat itt Pécsváradon, és eljönnek máskor is. Az utolsó műsorszámunk pedig a Magyar Egregyi Tánc csoport, és akkor itt most át is adom a szót. Én köszönöm az önök figyelmét és türelmét. Nagy szeretettel köszöntöm én is önöket a Magyar Egregyi Hagyományos Zöld Néptánc csoport nevében. Nagy szeretettel jöttünk el az önök rendezvényére. Magyar táncokat mutatunk be, és hagyományos zöld táncsoport vagyunk. Tehát mindenféle régi népi hagyományt megelevenítünk a színpadon. Kukoricafosztást, fonóházat, lakodalmat, kelemen járást, karácsonyi kántálást, lakodalmat, vendelbetyárjárást, betyártörténeteket. Most a Magyar Egregyi Völgységi Táncokat mutatjuk be önöknek. Köszönöm, hogy meghívtak minket, és fogadják szeretettel a műsorunkat. Thank you.
elismerés hangján szólhatok a ma délután résztvevő csoportokhoz. Köszönöm szépen, hogy itt ma ennek a délutánnak a részesei lehettünk. Ez a délután nem jött volna létre, ha Gungli Jánosné és a Gungli János, az Egyesület és a klubnak a vezetői nem szervezték volna meg nekünk. Ez az ő értemük. Köszönöm szépen Zsuzsának, hogy levezette a műsort, hogy valahol elment. És most minden kedves résztvevőt szép sorba, ne tudakodjatok, vendégül látunk egy szerény délutáni uzsonnára. Mindenkinek jó szórakozást, jó egészséget, és talán kellemes ünnepeket is kívánhatok már. Viszontlátásra!